Szép jó estét kívánok, folytatjuk ünnepi beszélgetésüket. Mai vendégem Bence András, evangélikus püspök helyettes, tisztelettel köszöntöm. Én is köszöntök mindenkit. Még vissza kell, hogy tekintsünk 2017-re, hiszen ez egy rendkívül fontos és veretes időpont. Az 500 éves jubileumot ünnepeltük, Lutherről beszélgettünk nagyon sokat, megjelent az ökumené, egy teológiai párbeszéd zajlott egész esztendőben. Milyen tanulságokkal szolgált? Igen, ez nagyon fontos, hogy ne csak átéljünk eseményeket, hanem annak a tanulságait is mondjuk le. Azt gondolom, hogy a teológiai párbeszéd az itt a városban nagyon szépen működik, azóta is. Tehát lelkészek, papok egymással találkozván elég sok mindenről tudunk beszélgetni. Igyekszünk, ha nem is havonta, de azért elég rendszeresen találkozni egymással, imádkozni együtt a városért, együtt olvasni Isten igéjét és utat találni, és ebben nagyon sok örömet találunk mi is. Fontos, hogy azt mondta, hogy együtt. Igen, ez a város, ez egy ilyen város, hogy itt együtt kell mindent tennünk. Nem túl nagy ahhoz, hogy külön utakat lehetne járni. Nagyon sok olyan család van, amelynek egyik tagja, vagy az egyik felekezethez, másik felekezethez tartozik. Nagyon sok olyan baráti közösség van, amelyben néhányan ide járnak templomban, néhányan pedig oda járnak. Muszáj mindent együtt végeznünk. Tehát ünnepelni is megtanultunk, legalábbis 2017 ez bizonyítja. De vajon tudunk-e ünnepelni általában? Vagy csak különleges események, különleges pillanatok, különleges dátumokhoz kötődik a mi ünnepelni tudásunk, ahogy tetszik. Igen, hát fontos szerintem az etimológia, a szó eredete, hogy az ünnep az az üdvösségnek, a szabadulásnak a napja. És ez azt jelenti, és azt előföltételezi, hogy ne csak külsőségek legyenek egy ünnepen, hanem éljük át azt az ünnepet. Hogy legyünk jelen abban az ünnepben. Hogy gondoljuk végig, hogy egy-egy ünnep mit hordoz magában, akkor is, hogyha ez egy társadalmi, nemzeti ünnep, akkor is, hogyha ez egy családi ünnep, és akkor is, hogyha ez egy egyházi ünnep. Azt gondolom, hogy enélkül a végig gondolás nélkül, enélkül a benne lét nélkül nem fogunk tudni ünnepelni. Meg tudunk tartani néhány formát, de azok a formák várhatóan kiürülnek. Mikor jön el az a pillanat, majd adott esetben, akár az önök segítségével, tehát az egyház segítségével, hogy a tartalom és a forma kézen fogva jár? Uh-huh. Hát az, hogy a segítségünkkel, ez feltétlenül elképzelhető, tehát ez a mi dolgunk, a gyülekezeteknek, lelkészeknek a dolga, hogy elmondjuk a tartalmat, főleg az egyházi, illetve a családi ünnepeknél. Igyekszünk ott állni a nemzeti ünnepeknél is. Nem mindig tudjuk megfogalmazni jól a tartalmát annak az ünnepnek, vagy amit mi látunk tartalomnak, de azért igyekszünk ott állni, de segítség csupán. Erre szeretnék hangsúlyt tenni, hogy a tartalmat mindenkinek magának kell nem csak megtalálni, hanem átélnie. Azt szokták mondani, hogy születni egyedül születünk, és meghalni egyedül halunk meg. Valójában ez minden pillanatunkra igaz. Más nem élheti át helyettünk azt az élményt, amit át kell élnünk. Sokan azt mondják, hogy egy-egy ünnep elképzelhetetlen, legalábbis ha karácsonyra gondolunk, vagy húsvétre ajándék nélkül. Bizonyos, hogy ez így van? Vagy pedig az ajándéknak van egy olyan misztériuma, hogy legyen, csak azt is átéléssel, tartalommal megtöltve kell adnunk. Igen. Ma már meg tudjuk fogalmazni azt, hogy a szeretet kifejezésének van ötféle alapvető módja, ezek közé tartozik az ajándékozás. Magyarán elkerülhetetlen, hogyha valaki ki akarja fejezni a szeretetét a másik iránt,
ha valaki meg szeretné jeleníteni az ünnepet valami tárgyi motívummal, akkor egyrészt az étkezés, másrészt az ajándék meg fog jelenni. Ez elkerülhetetlen, de nagyon fontos, amit mondott, hogy ez az ajándék, ez valamiképpen belőlem való. Nem csupán elmegyek a boltba, találok valamit, ami neked jó lesz, erre neked úgyis szükséged van, nem, hanem hogy amit adok, azt magamból adjam. Avval fejezzem ki ennek az ünnepnek a tartalmát. Ezért fontos például az, hogy az ajándék az ilyetén módon nem pénzbelileg kifejezve, de mégis értékes legyen. Felkaptam a fejem az öt módra. Tehát azt mondtuk, hogy az ajándék. Melyik a másik négy, amelyekre oltatlanul is keveset gondolunk? Az egyik az érintés. Nagyon nehezen érintkezünk egymással. Távolról köszönünk, odaintünk egy sziát, de mikor állunk meg egymással kezet fogni? Mikor van az a pillanat, amikor az édesapa maga mellé ülteti a kamasz fiát és megveregeti a vállát, hogy jól van? No, tehát az érintés. A második az az idő, amit most ön rám tehát szánt például. Kellő időt szánjunk egymásra? Igen, és az kizárólagosan a másikra szánni. Vannak ilyen programok, apa-lánya program, hogy akkor csak az egyik gyermekemet viszem el egy kávézásra. És leülünk, és lehet, hogy hallgatunk, de ott ülünk egymással szemben. És együtt. Ne nézzük közben az óránkat. Igen, és ne nézzem kézzel közben a telefonomat. Ne határozzuk meg, hogy 6-tól 2-ig, vagy 6-tól 7-ig vagyok a tiéd. Még az hagyján, ha meg tudom határozni, de azt, hogy másra akkor ne figyeljek. Ne kapjam ide is, meg oda is a fejemet. De ez egy nap, vagy több nap. Ugyanakkor mi kell ahhoz, hogy tehát az együttlétről beszéltünk. Uh-huh. Mi kell ahhoz, hogy ez ne egy igazi ünnep, ne legyen ünnep, ne úgy érezzük, hogy ünnep, de azt se érezzük, hogy kötelesség, hanem vegyük természetesnek. Uh-huh. Ez annyira emberi lenne, amit ön mondott, így és van. Lám-lám mégsem. Igen, ez lenne a természetes, arra oda kellene figyelnünk, hogy házas párok egymással naponta beszélgessenek. Legalább 10 percet, nem sokat mondok, 10 percet. Amikor nem arról beszélnek, hogy mi a holnapi teendő, vagy hogy mit vettél vacsorára, hanem egymásról, önmagukról beszélnek. És voltak éppen mindegy, hogy örömről, bánatról beszélünk, csak beszélgessünk, igen. Beszéljük meg. Igen. Fontos, hogy ilyenkor ezeken a beszélgetéseken megoldásokat keressünk? Nem, egyáltalán nem. Inkább a másikra való odafigyelés a fontos. Vagyok a te számodra. Itt vagyok a te számodra. Igen, ez az én vagyok magamnak, néked én te vagyok, te én vagy magadnak két külön hatalom, és ketten igen. Mi vagyunk, de csak ha vállalom, tehát vállaljuk, ez igen. Így van rendjén. Igen. Folytassa, legyen kedves. Tehát az érintés, az idő, a dicséretek, bátorító szavak és a szívességek. Ezek azok. Mit értünk dicséret alatt? Amikor megköszönöm a feleségemnek azt, hogy megfőzött és milyen finom. Tehát az apróság is fontos. A nagyon apróságok is fontosak, igen. Amikor egy fiúcskával baj van az iskolában, akkor nem csupán a szidalmamat engedem rá, eresztem rá a dühömet, hanem észreveszem abban a kevés jót is, ami benne van. Örülök az őszinteségednek. Tehát nem kendőzzük el a rosszat? Nem, így van. Viszont próbáljuk kiemelni a jót is, mert hát ha az segít. Igen, azok a gyerekek nagyon sokat szenvednek, akik elé betölthetetlen igényeket állítanak, akiket soha nem dicsérnek meg. Mindig csak azt kapják, hogy oké, ez most megvolt, de még ezt is csináld meg. Mert hogy az ember önmagában, mondom én, nem tanulja meg, hogy jónak lenni jó. Csak ha van előtte példa.
Igen, és van hozzá bátorítás, hogy ezt te meg is tudod csinálni. Látom benned a lehetőséget. Az imént felsoroltak tükrében, hol tartunk mi? Miként látja? Azt gondolom, alapvetően nagyon kicsi a beszélgetés emberek között. Családon belül is a kortárs beszélgetések körében is, és szerintem ezért fontos egy-egy ünnep, amikor megállunk, és egymásra nézünk. Amikor leülünk egymás mellé. Amikor együtt meg tudunk gyújtani egy gyertyát. Amikor tudok örülni a másik ajándékának, amit ő kapott, kicsomagolt izgalommal, és együtt izgulok vele, bár tudom, hogy mit kapott. Ezek a fontos momentumai az ünnepnek. Beszéljünk a családról. A család örök. Én azt gondolom, hogy ha bármilyen teológiai szemlélet, és nem ez mondatja velem általában, a család az egyetlen, ami az imént elmondatokat mindig megerősíti. De ehhez nagyon sokat kell tennünk. Hol tartunk mi családügyi szempontból? Nem ismerem az adatokat. De hát, hogy igazából csak azt tudom, akikkel nekem kapcsolatom van, az is bizonyos, hogy az én kapcsolataim azok a viszonylag jobb helyzetben lévők köréből adódnak. De azért távolról rálátok arra, hogy mennyi hiányt élünk meg. Ugyanakkor azt is látom, hogy milyen nagy lehetőségek vannak a családi közösségekben, és milyen szépen alakulnak ott a dolgok, ahol ezt a közösséget megélik, ahol odafigyelnek erre. Még egy dolgot mondanék, ez már nem a szeretetnek a kifejezésére való, de ami mégiscsak ide tartozik, ez a közösség. A családoknak bele kell tartoznia más közösségekbe is. Mert hiszen a család önmagában egy egység, és hogyha ezen az egységen belül problémák, gondok, nehézségek adódnak, már pedig ez szükségszerűen előfordul, felállították egy család életében, van legalább 8 krízis időszak, tehát amikor gondok adódnak, vagy feladatok, új kihívások adódnak, akkor jó, hogyha mellettük állnak más családok. Példaképül, bátorítóul, tehát akiktől ugyanúgy megkapják azt, amit különben a család önmagában egymásnak megad, tehát az odafigyelést, a bátorítást, az egymásnak szánt időket. Tehát ebben az értelemben a barátság elengedhetetlen a boldogsághoz. Így van, igen. No, beszéljünk akkor meg advent idejéről. Ilyenkor mindenki elcsendesedik, és nem csak az jelző szerkezetben, hogy az elcsendesedés időszaka, hanem valóban kezdünk másként gondolkodni. Átgondoljuk az elmúlt időszakot, mit tettünk jól, mit tettünk rosszul, várjuk Jézus eljövetelét, a Messiás születését. De vajon fontos-e, hogy tudjuk-e a karácsonyt ünnepelni? Igazából ezt szeretném kérdezni. Mert a külsőségekben igen, azt, ha körülnézünk Székesfehérváron, vagy bármely más településen, a faárusoknál dömping van, a boltokban nem különben, mindenki az összegyűjtött pénzét, vagy az éppen hitelbe kapott pénzét költi, így vagy úgy, jól vagy rosszul, ezt ne ítéljük meg, mert nem tudhatjuk, viszont az ünnep ennél több, mondom én. Igen, az ünnep ennél jóval több, és nagyon remélem, hogy az ünnepnek a tartalmas része az otthonokban lezajlik. Amit látunk tényleg az utcán, faárusok előtt vagy a boltokban, az nem az ünnep tartalmi része. Amit javasolnék, azok nagyon egyszerű dolgok, azok éppen ezek a
esti elcsendesedések, amikor félre tudom tenni a feladataimat, amikor többre értékelem a jelen pillanatot, amelyet együtt tölthetek az ott lévő szeretteimmel, mint a feladatomat. Ez most nagyon nehezen hangzik, de mégiscsak, igen. De bizonyos értelemben ez feladat. Igen, küldetés legalábbis, így van. De hát, hogy azt is ugyanolyan értékesnek tartsam, mint mondjuk a munkahelyen az elszámoltatást, vagy az elvárást. Tudjuk félretenni ezeket a dolgokat azért, hogy egymással találkozzunk. Esetleg azt is merném mondani, hogy merjük félretenni az otthon rendjét. Annak érdekében, hogy leüljünk egymással beszélgetni. Azt gondolom, ez a fordított sorrend, ha otthon az emberek között ünnepelni tudunk, az meg fogja teremteni az otthon rendjét is, meg a munkahelyen való helytállás erejét is. Igen, és ez nem ellentmondás, hogy azt mondjuk, hogy mindennek rendelt ideje van. Igen, pontosan így van, hogy legyen rendelt ideje a családnak is, az ünneplésnek is. Beszéljünk az evangélikus közösség adventi időszakáról. Hiszen más. Ugyanúgy tesznek, és mégis másként, mint minden egyház, hát azt mondom én. Igen. A gyülekezetünk nagyon szeretne arra odafigyelni, hogy sok más ünnep van. Nem akarunk plusz ünnepekkel a családok terhére lenni. Minden meglévő közösségünk ünnepel, tehát mondjuk a nyugdíjas klub egymás között leül, és akkor megünnepelték a karácsonyt, vagy az adventet. Az énekkar együtt is ünnepli az adventi időszakot, készül a karácsonyi ünnepségre, és segít másoknak fölkészülni, mert elmentek az idősek otthonába egy kis műsort adni. Az ifjúsági közösségünk is ugyanígy van, hogy őnekik a karácsonyi ünneplésük az, hogy meglátogatják a gyülekezethez tartozó idős testvéreket egy kis karácsonyi csomaggal és igével. Tehát próbálunk magunk között is ünnepelni, de inkább az ünnepet továbbvinni mások felé. Az eddigi alkalmaink közül kiemelkedő egy családi adventozás, ami szinte a bevezetése volt az adventnek. Adventi vásárunk folyamatosan tart, amelynek a bevétele egyrészt az időseknek az karácsonyi ajándékát, másrészt a külmissziói egyesület munkáját segíti. Aztán lesz ez az angyaljárásnak nevezett fiatalok, hittanosok által végig véghez vitt nagyszerű alkalom, amikor meglátogatjuk az időseket, egy karácsonyi koncertet hallgatunk az orgona musikával, és szenteste leszünk együtt a gyülekezetben. Mennyire korosztályfüggő mostanság a karácsony, miként látja? Tehát a töpörtjüknek nyilván más, de azért a felnövekvő fiataloknak és a felnőtteknek és az időseknek is mást-mást hordoz. Ez mindig is így volt, hogy a 16-17 éves fiatalok elveszítik a karácsonynak az illúzióit, és még nem alakult ki a bennük az igazi ünneplés utáni vágy, és ők lázadnak ez ellen a helyzet ellen. Tulajdonképpen kiforják magukban azt, hogy mit akarnak ők majd 30 évesen ünnepelni. Ez mindenkorban így volt, ma is érezhető ez, hogy a fiatalok ezt kevéssé tudják átélni, de ebben az angyaljárásban például a 17-18 évesek ugyanúgy részt vesznek, mint a 10 évesek, tehát ők akkor azt gondolom, hogy át is fogják élni azt, amit tesznek. Az fontos, hogy bensőséges legyen?
egy ünnep, vagy jogos az a vágy, hogy tárulkozzunk ki, mutassuk meg mindannyiunk, mindenkinek az örömünket? A kettő egymás mellett kell fusson, mert hogy aminek én örülök, és ha annak igazán örülök, akkor azt nem tudom magamban tartani. És nem jó, hogyha magamban tartom. Amikor igazán örülök valaminek, akkor azt az örömöt megosztom. És amikor a másik embert a közösségemhez tartozónak tudom, akkor különösen szeretném azt, hogy ő is átélje azt, amit én átélek. Tehát a megosztás az ezért a meghittségnek a társa. Beszéljünk a következő évről. Fontos-e ilyenkor, hogy terveket szőjünk, hogy meghatározott feladatokat tűzzünk ki, célokat magunk elé? Még visszatekintenék egy kicsit. Igen. Mert hogy célt kitűzni akkor tudok, hogyha az átélt élményeket végig gondolom, és a következményeit, a gondolkodásom következményeit tudom céllá formálni. Nekem az előző évnek a nagy élménye az, hogy az egyház gyülekezetekben él. Hogy az Úristen a közösséget nagyon fontossá tette. És a következő évre azt a célt tűztem, nem is évre, hanem időszakra, azt a célt tűztem magunk elé, hogy a közösséget a gyülekezeten belül éljük meg, minél teljesebben, hogy minél inkább érződjék rajtunk, hogy mi a Krisztus teste vagyunk, hogy mi a Krisztusból élők közössége vagyunk, és szinte, hogy ébresszünk vágyat az emberekben az iránt, a boldogság iránt, amelyben vagyunk. És valamiképpen ezen szeretnék fáradozni a következő évben. A ma embere hajlamos erre egyébként? Némi segítsége, hogy megfogadja az ön tanácsait, illetve a segítségével megvalósítsa azt, hiszen az önmaga számára is fontos és jó lenne. Én magamhoz ehhez kevés vagyok, tehát mindig, és ezt a csodát éltem meg az elmúlt évben, hogy az Úristen mindig ad munkatársakat, akik nálamnál jobban tovább tudják adni azt, amit én kaptam, és amit ők is kaptak. Tehát nem az a kérdés, hogy én nekem van-e olyan hatásom, hogy figyelnek rám az emberek, vagy nem figyelnek, hanem az a kérdés, hogy találok-e két embert, vagy négyet, aki tovább tudja ezt adni, aki a sajátjaként tovább tudja adni. És azt gondolom, hogy igen, most van nem is négy, hanem annál több olyan ember körülöttünk, a gyülekezetünkben, akik ezt vinni tudják. Karizmatikus egyházi vezetőként, egyházi személyiségként látja tehát azokat az embereket, akik tovább viszik ezt. Viszont van-e hajlandóság a befogadásra a közösségben? Azt mondja az Úristen igéje, hogy nyitott ajtót adtam eléd. Hát kell lennie, de hogyha valamire elküld, akkor arra ő fog helyet készíteni, ajtót nyitni, teret állítani. Meglátjuk, hogy van erre szükség, igény, és hogyha nincsen, akkor ébresztünk igényt. Mert erről szól tulajdonképpen az életünk, hogy a másikban fölébresszük az igényt, és akkor már ő maga fogja megkeresni azt az értéket, amit kínálunk. Fogalmazhatunk úgy búcsúzóul, hogy ezt kívánja nekünk? Ezt kívánom, így van, hogy mindenki találja meg azokat az értékeket, amelyekért érdemes élni, amelyeket az Úristen kínál nekünk ebben az évben is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a beszélgetést.
Kedves nézőink, Bence András evangélikus püspök helyettessel beszélgettünk az ünnepekről, az ünnepek misztériumáról, mindarról, ami egy közösséget elvezet addig a pillanatig, hogy boldognak érezhesse magát a jelenben és a jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!